Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma ismét egy szemmel készítős videó lenne. Tudom, hogy az elmúlt két napban, vagy nem is tudom már pontosan mennyi napban nem volt videó, annak volt oka, sajnos nem értem rá, nem tudtam felvenni olyan videót, viszont most majd lesz megint naponta, szóval meg amúgy évvége van, szóval itt ilyenkor kell ugye javítani, stb., amiből lehet. Nekem csak egy tantárgyba kellett szerencsére, szóval azért nem volt videó. Na mindegy. Ugye ma be fogom mutatni a jogrendszert még jobban, ugye, mert el fogom még jobban magyarázni, ugye a PEX-et, úgymond, hát nem a PEX-et pontosabban, de hát így a jogokat, ugye, amiket meg lehet adni a rangoknak. Kicsit beteg vagyok egyébként, ha lehet hallani. Na mindegy. Szóval, igazából pár plugin-t fogok csak bemutatni, így, hogy milyen jogokat lehet hozzáadni a rangokhoz, meg stb. Ugye nagyon sok jog van, például itt van az SNTS-nek az összes. Ugye 400 van. Több mint 400. Szóval nem fogom elmagyarázni mind a 400-at, hogy mire jó. Igazából, hogyha nem tudtok angolul, és nem tudjátok mondjuk kikeresni, ami kell nektek, ugye? Mert ugye nagyon sok plugin van a neten. Lehet, hogy nem is ez a pluginhoz kell nektek, hanem mondjuk tegyük fel egy másik pluginhoz. Akkor ugye fel kell keresni a pluginnek az oldalát. Spigot oldalt, ugye például, vagy a Bucket oldalát. Itt van például Word Editnek. Vagy nem itt van, de rámentek, hogy Wiki például. Nagyobb pluginoknak ugye már Wiki oldalon van a permlist. Mindjárt mutatom, hogy hol van itt. Meg kell keresni. Ctrl F-fel tudtok keresni egyébként. Nem találjátok. Ott volt, itt van. Szóval, itt az összes permission, itt. És igazából itt vannak a jogok, ugye, szóval ezek a jogok, a permissionok. Na és akkor ugye ezeket hozzáadjátok, bármint amelyikkel, ugye. És ja, egy trükköt elmagyarázok nektek, mert ezt lehet, hogy pár ember nem tudja, hogyha a plugin nevét, vagy a jog nevét, mert lehet, hogy nem a plugin neve az pontosabban, hanem a jognak a kezdete, ugye, mert mindegyik jog úgy kezdik, hogy Word Edit pont. Szóval Word Edit pont és csillagot írtok utána, az azt jelenti, hogy akkor mindent tud abból a pluginból. Szóval tegyük fel, mondjuk azt akarjátok, hogy mindent tudjon mondjuk az admin a Word Edit pluginból, akkor Word Edit pont csillagot kell megadni az adminnak. Ugye ez az SNTS-szal és mindegyik pluginnal a neten. És igazából ennyi ennek a elmagyarázása. És akkor most például hozzá fogok egy jó pár jogot adni a rangokhoz, ugye. Szóval itt elindítottam nektek ugye a szervet, magamnak pontosabban, de érted. Szóval itt be tudjátok ilyen egy PEX, group, tegyük fel mondjuk a aztán a VIP, ugye? Van a VIP, és akkor mondjuk tudja, mondjuk az SNTS.kits. És nem tudom, mondjuk tudja a VIP kitet, most mondtam valamit. Akkor ez most tudja, ugye a kiteket akartok hozzáadni, valamilyen kitet mondjuk az SNTS-ba megcsináltatok, ugye azt még nem csináltuk meg, majd nem gyakoroltuk, úgymond nem mutattam még be, hogy kell, de hogyha későbbiekben, vagy hát most hozzá akartok már adni, akkor így kéne hozzáadni. És ugye alapból a pont kit, az már default tudja, ugye, a pont kit az meg igazából csak, hogy be tudja írni, hogy per kit. Szóval értitek. Szóval ne úgy írjátok amúgy ezt, hogy kit.vip, mert az nem fog működni. Kitset kell írni. Kitset, jó? Defaultnak mondjuk még adhatunk ilyen nagyon alapvető alapvető dolgokat, ugye, hogy warp, list, mit tudom én, warps, ugye, hogy ki tudja, nem, warp.list írjuk, ki tudja listázni. És ugye ilyen full alapokat ez pont, aztán már hozzáadtuk, de hozzáadom még egyszer. Ilyenkor nem történik semmi, hogyha már hozzá van adva, nem fogja kettőször hozzáadni persze. És mondjuk milyen, mondjuk a mit tudom, set home, ugye maga a home, hát a TPA, hát persze a TPA az fontos. Mondjuk egy ilyen szerveren nem, de most ugye csak példákat mondok. De ugye egy Skype IP szerveren természetesen nem, de itt vannak például ilyen példák, ugye, hogy miket lehet hozzáadni. A pénzjogot például hozzá lehet adni. De ezeket a set home meg ezeket ki is törlöm egyébként, mert Skype IP-re nem kell, csak példákat mondtam. Szóval ki tudjátok a config-ból egyből törölni, ugye. Ezt a kettőt ugye ki akarjuk törölni, és még TP-t, mert nem akarom, hogy tudjanak TP-zni. Warpolni meg spawnolni viszont tudjanak. Ja. Szóval, hogy ugye onnan töröltétek ki, akkor PEX reload.
És ennyi. Egyébként írtátok is, hogy lehet érdekel titeket, hogy kell adatbázishoz köttetni. Hát ezt sajnos még egyelőre nem tudom bemutatni, de majd később be fogom mutatni mindenképp, ugye. Szóval igazából túl sokat nem tudok elmagyarázni ebben a részben, és ezt akartam csak elmagyarázni tényleg, hogy hogyan lehet hozzáadni. Szóval így kell hozzáadni igazából, bármelyik plugin oldalán ott van, ugye ez a dolog. Még tegyük fel mondjuk a melyik plugin, milyen pluginok vannak még, ami ehhez fontos lehet nektek. Na, tegyük fel, ugye van a Chest plugin, ugye az a plugin, amikor egy ládát leraktok, és akkor beállítjátok, hogy mennyi időnként lehet kivenni a cuccot. Ugye ezt át fogjuk venni, hogy hogy kell használni, meg ilyesmi, de most mondtam egy példát. Ide feljöttek, és akkor itt van már nagy betűkkel, hogy Permissions például. Ide rányomtok, és hívnak, elnézést, és ugye nem működik, mert a bucketom valamiért ez nem működik már, úgyhogy rányomtok. Szóval itt van egy Pages, szóval oldalak, és itt van egy Permissions, és akkor ilyen kis trükkel ki tudjátok játszani, és itt van, itt az összes. Ez például úgy kell, hogy Access, ez ugye, hogy ugye tudja, hozzá tudjon férni, ugye. Szóval ez mind a kettőt fogja tudni. Szóval nem kell ezt a kettőt hozzá, nem csak ezt adjátok hozzá, és ennyi. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok. Ennyi lett volna mára. Igazából tényleg csak egy ilyen rövid tutorial lett volna, hogy bemutassam ezeket a lényegeket, és akkor holnap majd jövök mondjuk egy kit készítővel, hogy kell kiteket létrehozni, meg kezelni, meg stb. Szóval, ha akarjátok, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor találkozunk majd holnap. Sziasztok!